van akkor a 4-es C megoldása. Figyelj, mert, mint láthattad is, jönnek a rendhagyó alakok. That's a good idea, said Justin. Az egy jó ötlet, mondta Justin. A good az milyen szófaj? Jó. Melléknév. Aki ezt válaszolt, az ügyes volt. You did that very well. Nagyon jól csináltad. És akkor látod, hogy a jónak a jól párja ugye nem az lett, hogy goodly, hanem egy teljesen másik szó, a well. Ismerjük a well-et, hiszen használjuk, amikor megkérdezik, hogy hogy vagyunk. How are you today? I'm fine, thank you, vagy I'm well. Ezt is mondhatjuk, jól vagyok. Tehát a goodnak well lesz az adverb párja. 2. mondat. Well, you can run fast too, he said. Nos, tudsz gyorsan is futni, ugye? Gyorsan fut. Gyorsan. Mégsem azt írtuk, hogy fastly. The boat was very fast. A hajó nagyon gyors volt. Ez milyen szófaj? Ez a melléknév így van, mert ez a hajót jellemezte. Tehát gyors hajó melléknév. Itt viszont gyorsan tudsz-e futni, az volt a kérdés, és mégis azt írtuk, hogy fast. Hát azért, mert a fast melléknévnek a határozói párja is a fast. Tehát ugyanúgy néz ki az adjective is, mint az adverb. Tehát a melléknév és a határozó ugyanúgy néz ki, nem rakhatsz rá lit, nincs ilyen szó. És akkor a 3. mondat az volt, the bed was very hard, az ágy nagyon kemény volt. Ugye milyen? Kemény ágy. Tehát ez volt a melléknév. She grabbed the briefcase and pulled hard. Megragadta az aktatáskát, és erősen, keményen húzta. Itt viszont már az adverbet láthatod, viszont ezen sincs li. Tehát láthattad, hogy mind a fast melléknévnek ugyanúgy néz ki az adverb párja, a határozói párja, fast, fast. De az egyik azt jelenti gyors, a másik azt jelenti gyorsan. És a kemény melléknévnek a keményen határozói párja is ugyanaz lesz. Hard, hard, nincs rajta li. Ezt nagyon vésd a fejedbe, mert ugyan olyan szó nincs, hogy fastly, de olyan szó van, hogy hardly, viszont pontosan az ellentétét jelenti, mert azt jelenti, hogy alig. Tehát, ha ide azt írtam volna, hogy and pulled hardly, akkor azt jelentette volna, hogy és alig húzta. Hát itt meg pont, hogy azt akartuk mondani, hogy erősen húzta, tehát totál félre ment volna a mondatunk. Tehát a 4-es C feladatból, amit meg kell tanulni, a következő. A good, a fast és a hard rendhagyóak, és az adverb, tehát a határozói párjuk más, mint a többi melléknév esetében, mert a többi melléknévnél egy li végződést rakunk csak a melléknévre, és megkapjuk a határozói párt, de ennél a 3-nál ezt nem tehetjük, hanem a good-nak a párja a well, és a fast és a hard pedig marad ugyanaz. Tehát a fast párja a fast, a hard párja a hard. Tehát gyors, gyorsan, kemény, keményen, ugyanúgy írjuk, csak más a jelentése. Ezt tanuld meg, és utána még old meg az 5-ös feladatot, ahol majd választasz a két szóból, tehát mind a kettő megvan adva. A mondatban látod, per jellel és dölt betűvel megvannak adva a melléknév is és a határozó szó is, és a mondat értelméből kell
rájönnöd, hogy ide most a melléknév kell, vagy a határozó szó. Nem nehéz a feladat, főleg úgy, hogy lefordítottam nektek a szöveget, és már többször szerepeltek ezek a mondatok, úgyhogy ügyesen, okosan elolvasod, magadban értelmezed, és csak a helyes mondatot írd le. Tehát ne csak egy szót, hanem magát a mondatot írd le helyesen. Jó? A megfelelő szóval, tehát vagy csak a melléknévvel, vagy csak a határozóval. Az elsőt megmondom segítségképpen. The guard moved very slow, vagy slowly. Tehát az őr nagyon, hát magyarul ugye adja, lassan mozgott, tehát akkor a slowly lesz a helyes megoldás. Tehát azt írom le, hogy the guard moved very slowly. Pont. Ugyanígy csináld meg 2-től 10-ig, de persze írd lesz az egyest is. Jó munkát, ez az utolsó feladat mára.